Barcus László, rendőrt kérünk felcsútra. 2014. április 19. szombat. Ez nem politikai kérdés, hanem rendőrségi ügy. Orbán Viktort nem választáson kell legyőzni, és különösen nem az általa kialakított feltételek között, hanem egy szabatosan kitöltött elfogató parancs alapján őrizetbe kell venni. Akinek bármilyen kétsége lenne ezzel kapcsolatban, elégséges, ha vigyázó szemeit a felcsúti stadion hétfői avatására veti. Nem is találhattak volna jobb embert az ünnepi beszédre, mint Schmidt Pál egykori doktort, aki akár a jelképe is lehetne annak, amiből és ahogyan épült ez a falusi stadion. Schmidt úgy szerzett doktori fokozatot, hogy ellopta egy bolgár súlyemelő doktori disszertációját. Nem a tehetségével írt-e valamit, hanem csalással. Ez jól illik a felcsúti foci csapatra, amely soha nem lett volna nota bene ilyes csapat, hanem Orbán a miniszterelnök. Így viszont az nota bene-ben játszik, és korszerű op stadionja van, mint Prágának. A lopás is jól illik a megnyitóhoz, mert ezt a stadiont lopott pénzből építették. A megboldogult alkotmányos rend korában óriási erőfeszítéseket tettünk, hogy az ehhez hasonló lopások nyomára bukkanjunk. Több részes leleplező oknyomozó cikkeket írjunk róluk. Ma már nincs szükség erre, mert a magyar közlöny közli a korrupciós ügyeket, de úgy, mint az állam működésének normális módját. A klasszikus vesztegetés úgy működik a világban, hogy a döntéshozó megjelöli, milyen alapítvány számlájára, vagy milyen titkos magánszámlára kell a pénzt befizetni. Az érte kapott előny pedig máshol jelenik meg. Itt befizetnek. Ott megkapják, amit akarnak. Ezekre az elavult módszerekre csak abban az esetben van szükség, ha a mafia és az állam külön szervezetként működik. Más a helyzet akkor, amikor a mafia nem az állammal való harcban szerzi meg az előnyöket, hanem magát az államot szerzi meg, és az egész államot a mafia érdekei szerint működteti. Ha pedig a mafia főnökök miniszterelnöknek hívják, a mafia belső szabályait pedig az ország alaptörvényének, akkor a vesztegetési pénz kormányrendelet nyomán kerül a magánszámlákra, és még törvényesnek is látszik. De attól még nem az. Orbán mafiája az országgyűlés elfoglalása után 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX törvényt. Ez lehetővé tette az öt látványcsapat sporták, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong támogatását a társasági adó legfeljebb 70%-áig. A törvénytelenség akkor kezdődött, amikor a támogatható szervezetek között megjelent a Puskás Akadémiát támogató felcsúti utánpótlás nevelési írta alapítvány, amelynek alapítója a miniszterelnök, aki ténylegesen egyedül dönthet a támogatóknak adható különféle állami kedvezményekről. Az alapítvány elnöke Mészáros Lőrinc, a miniszterelnök strómanjaként ismert polgármester vízvezeték szerelő vállalkozó és az állami megrendelések nyomán immár milliárdos. A modell úgy működik, mint azokban a boldog országokban, amelyekben egy futballstadionért életfogytiglanra ítérik a befolyásával üzérkedő miniszterelnököt. Itt kell a pénzt befizetni, és amúgy lehet az állami juttatásokat, megrendeléseket és kedvezményeket igénybe venni. Akinek kétségei lennének, hogy ez a jogszabály minek érdekében jött létre, és milyen korrupciós ügyletet akar, az rátekinthet az Atlat szó. Hú 2012. október 8. cikkének egyes foci csapatoknak jutó TAO támogatások című táblázatára, amelyben az látható, hogy felcsúthoz képest elenyésző az egyes élvonalbeli labdarúgó csapatokhoz beérkezett pénzek nagysága. Azt gondolná egy idegen, hogy a felcsút csapat a BL győztes, és a brazilokat is verte a szuperkupában. De nem. Felcsút már 2012-ben, egy évvel az erre a célra létrehozott törvénymódosítás, után 2,8 milliárd forint TAO támogatást, értsd, vesztegetési pénzt, kapott. Az Atlat szóhú pedig megjegyzi, hogy a felcsúti Panhó stadion építésének hátterét ez az adókedvezmény adja. A vesztegetési ügyben két logikai csavar található, az egyik az, hogy az államadó kedvezményben csak olyan támogatásokat részesíthet,
amelyek állami támogatásokat váltanak ki. Ez az elv hasonlatos az egyházaknak felajánlható 1%-hoz. Az adózó meghatározhatja, hogy adójának egy részét mire költse az állam. Ebben az esetben azonban nem állami támogatásokat váltanak ki. A Felcsút nem kapna 3 milliárd állami támogatást stadion építésre. Ez egy családügy lett. A Pannonhalmi stadion nem állami tulajdon, hanem magánstadion, egy alapítvány tulajdona, méghozzá a miniszterelnök alapítványának tulajdona, amelyet a Strómanja vezet. Az alapítványnak fizetett adóforintok kikerülnek az állami vagyon köréből, és azzal már Orbán Viktor magánszemély gazdálkodik a kuratóriumba ültetett strómanjain keresztül. Miután az alapítvány ebből a pénzből saját kuratóriuma elnökének, Mészáros Lőrincnek a cégét bízta meg a stadion építéssel, nyilván, hiszen nagy gyakorlata van benne, kimutatható, hogy az állami pénz magán zsebekbe vándorolt. Ahol működik a rendőrség, azt is tudnák, mennyit adott vissza ebből Mészáros Orbánnak. A másik logikai csavar az, hogy a látszat szerint a TAO támogatók az adó révén részesülnek kedvezményben, ha támogatják a miniszterelnök alapítványát. De ez nem így van, az igazi haszon nem az adó kedvezmény, hanem az Orbán által jutott egyéb állami kedvezmények. Ha megnézzük, hogy például a Suzuki milyen kedvezményekben részesül, ez azonnal láthatóvá lesz. Hogy más nem mondjunk, 2012-ben Orbán Viktor bejelentette, hogy megépítik a Suzuki gyárnak otthont adó Esztergom és az M1-es autópálya közötti csatlakozást biztosító útszakaszt. Továbbá a tervezethez képest nagyobb lesz a Komárom és Révkomárom közötti új Dunahíd kapacitása annak érdekében, hogy a Suzuki teherszállítmányai is áthaladhassanak rajta. Máshol ez a költség az autógyárakat terheli. Már megértett támogatni Orbán magánalapítványát. Ugyancsak stratégiai partnerséget kötött az Orbán kormány a Felcsúti Alapítvány másik nagy támogatójával, a Cocacolával. A stratégiai megállapodás célja a Cocacola Magyarország hosszú távú Magyarország jelenlétének biztosítása a kölcsönös bizalom és kiszámíthatóság jegyében, a hazai termelés bővítésének elősegítése. Valamint a nagyvállalat aktív szerepvállalásának megerősítése a versenyképesség növelését célzó kormányzati gazdaságpolitika megvalósításában. Akinek van füle a hallásra hallja. A Hír 24 cikke szerint a kormány ezen felül vállalta, hogy a cég uniós és állami támogatást is kap majd. Folytathatnánk a sort, és egyenként kimutatható lenne, hogy a TAO támogatások gyakorlatilag vesztegetési pénzek, amelyeket Orbán miniszterelnöknek fizetnek a nagy cégek. Ha nem így lenne, azonnal ki kellene rúgni a vezetőiket, hiszen a Cocacola vagy a Suzuki a Felcsúti futballcsapat 100 fő átlagos nézőszáma előtti hirdetéssel nem sok Kólát vagy Suzuki gépkocsit adna el. Hogy érzékeltessük, nem babra megy a játék, jelezzük, hogy például az Orbán által átadott új gépsorral a Cocacola megduplázhatja 2011. évi 8 milliárdos forgalmát, csak az export tekintetében. Arról nem beszélve, hogy a hipsadó energiaitalokat érintő részében úgy módosították a koffein tartalmat, hogy azzal a belső piacot kvázi átadták a Cocacolának. A HVG 20 cikke szerint ennek következménye az, hogy a nemzeti kormány intézkedése miatt gyakorlatilag elvéreznek az energiaitalpiacot vezető magyar cégek, az energiaitalok ellen vívott háború nyertese a rendkívül egészséges italokat gyártó Cocacola lehet. Hát így épült ez a magánstadion. Jogászok dolga eldönteni, hogy ez közönséges korrupció, a legdurvább vesztegetés, vagy befolyással való üzérkedés. Miután a Borsolline beszámolója szerint a Management Fórum néhány hete arról írt, hogy a Felcsúti Akadémia alapítványa 6,8 milliárd forint TAO pénzt kapott, ez nagy értékre elkövetett vesztegetésnek számít, az elkövetés pedig bűnszervezetben történt. Orbán magánstadionjába ennyi vesztegetési pénzt fizettek be a különböző cégek, amelynek a kára kettős, ennyivel kevesebb pénz futott be a költségvetésbe, és a cseréjébe adott kedvezmények a közvagyonát terhelték. Esztergom összekötése az M1-es autópályával a Suzuki gyár érdeke, ebből Suzuki úrnak lesz sok milliárdos bevétele. De a költségét a magyar adófizetők viselik.
Viszont felépült Orbán Viktor kertjében a magánstadionja. Az nem elég magyarázat, hogy Suzuki munkahelyeket ad, mert arra megkapta a telket és más kedvezményeket. Ez már az ő profilját érintő beruházás. A világ bármely pontján úgy vágnák Orbánt az előzetesbe a megnyitó napján, hogy az embereknek azonnal visszajönne az igazságszolgáltatásba vetett hite. Tudjuk, hogy semmi értelme nincs, de állampolgári kötelességünknek eleget téve felszólítjuk Polt Péter legfőbb ügyészt és Pintér Sándor belügyminisztert, hogy vesztegetés és befolyással való üzérkedés alapos gyanúja miatt indítson eljárást ismeretlen tettesek ellen, és helyezze le tartóztatásba azonnal Orbán Viktort. A felcsúti futball alapítvány alapítóját és Mészáros Lőrincet, az alapítvány elnökét. Egy ilyen eljárásban a vesztegetési pénzeket Orbán futball alapítványába befizető cégeknek igazolniuk kellene, milyen üzleti érdeket láttak abban, hogy 100 milliókat a felcsúti futball fellendítésére költöttek, és nem a Fradit, vagy más futballakadémiát támogattak, amelyek vezetői nem rendelkeznek kormányzati döntésekre és milliárdos üzletekre vonatkozó befolyással. Arról nem beszélve, hogy a Mészáros és Mészáros Kft. Számára adott állami megrendelések, amelyeknek egy része támogatás formájában az alapítvány számlájára folyt be, a közpénzlopás tipikus esete. Egyszerűen átfolyatták a pénzt a cégen. És a legtöbbet ezúttal sem ők kapták, hanem a közgép, amelynek az állami megrendelésekből származó nagy lekő támogatása ugyancsak szimpla lopás. Orbán egy hozzá közel álló cég közbeiktatásával állami pénzt nyomott a magánalapítványába. Tocsik Márta ehhez képest egy filléres dilettáns. Szép dolog a futball szeretete, de szeresse Orbán a focit a saját milliárdjaiból, ne az adófizetők pénzéből, mondhatná a Nép. Idézzük ehhez a Dús Gazdag felcsúti alapítványa alapítójának köszöntő mondatait, amelyekből világosan kihámozható a csalás és a lopás. Azt írta Orbán, csak így támasztható fel a magyar futball, ha helyben, alulról építkezve megteszünk mindent az új futball generációk igényes, magas szintű nevelésévért. Csak hogy felcsúton semmi nem épült alulról, hanem mindent mesterségesen felülről hoztak létre. Felcsút alulról építkezve a maga erejéből nagyjából addig jutott volna, mint az összes többi magyar falu. De ha Orbán ugyanezt megteszi a saját faluján kívül legalább még egy faluval, szavunk sincsen. Azt írta továbbá, hogy az alapítványt azért hozta létre, hogy példát mutassunk. A hiába várt központi megoldások helyett a magunk erejéből alakítsunk ki egy modellt, egy műhelyt, amelynek tapasztalatait készek vagyunk bárkivel megosztani. Kevés képmutatóbb mondat hangzott még el a magunk erejéről, mert ebben annyi magánerő volt, hogy Orbán visszaélve állami hivatalával, az állam vagyonából adott jogtalanul kedvezményeket azoknak, akik befizetnek a hobbiára. Ezt modellt megértettük, a tapasztalatait szívesen hasznosítanánk, de attól tartunk, hogy Suzuki úr egy vasat nem fizetne az én naszái futball támogató alapítványomba, amíg nem én vagyok a miniszterelnök. Ha Orbán olyan programot hozott volna létre, hogy vonzó adókedvezmény fejében támogathatnák a magyar cégek az ország összes falujának sportját, és ebben egyetlen sem lenne, amelyben neki érdekeltsége van, akkor a közérdeket szolgálta, a hazaüdvét tartotta szem előtt. De itt minden az ő magánérdekét, gyermekkori álmainak megvalósulását szolgálta. A nagyobb baj az, hogy neki ehhez nem volt joga, amit tett, az bűncselekmény. A csalás harmadik szintje szintén kiolvasható az alapító köszöntésből, amelyben Orbán közvetve azt mondja, hogy a támogatásokból befolyó pénzből külföldre is eladható futballistákat akarnak nevelni, nyilván ezt szolgálja az emelt szintű nyelvtanulás. Az állam pénzéből működnek, mert a be nem fizetett adó állami pénz. De az eladható játékosokért járó bevétel nem az államot illeti meg, hanem a magánalapítványt. Így szeretnek ezek a fiúk vállalkozni, a költség az államé, a haszon az övék. Összefoglalva, annak a pénznek, amelyből a Panhús stadion épült, a helye az állami költségvetésben lenne. Be kellett volna fizetni adóban. Erre mondja büszkén a mi bölcs vezérünk, hogy a stadionja magáncégek adományaiból,
nem közpénzből épült. Annyi a különbség, hogy nem az adóbefizetés után vették ki a milliárdokat, hanem előtte. Akik fizettek, meggondolták, mire fizetnek. A stadion gazdája a miniszterelnök, aki állami projektek fölött rendelkezik. A leírható támogatás gyakorlatilag vesztegetési pénznek tekinthető. A bűncselekmény elkövetésének alakzata könnyen felismerhető, kimutatható a befizetés és az érte adott kedvezmény. Semmi más indoka nem lehet annak, hogy világcégek hatalmas pénzekkel támogassanak olyan falusi stadionépítést, ahol a falu kétszer beleférne a stadionba. Puskás öcsit, Magyarországon, többféle becenéven ismerték, a Pannó név Spanyolországban ragadt rá. Magyarországon ezt a nevet nem használják. Ez a Pannó név inkább mexikói filmek főhőseire, rablóbandák vezéreire emlékeztet. E tekintetben teli találat, mert ahogyan ez a stadion épült, azt Pannó rabló vezér sem csinálta volna másképp. Orbán végül is magáról nevezte el a stadiont, amely némi megnyugvás a magyar futball szerelmeseinek és a budapesti honvédnak, amely Puskás igazi szellemi örököse. De az egészben a legszebb a néma falu. Mintha Szicíliában érdeklődne valaki a Cosa Nostra után, amikor a riporterek kérdezősködnek a falu büszkeségéről. Mindenki lakatot tesz a szájára. Aki beszél, elveszíti Pannó jó indulatát, és nincs többé munka. Mintha csak a Hét Mesterlövész című filmet látnánk. Nem úszik senki másnap a Dunában, de mindennek eljön a maga ideje. Végezheti még Resken, aki nem rúgja be a 11-est. Kíváncsi lennék, mit szólnának Orbán fanatikus hívei, ha Gyurcsány épített volna Kerti Budi mellé egy stadiont, be nem fizetett adó forintokból. De ez csak költői kérdés. Ilyen ízléstelenségre Európában csak egy felcsúti kis király képes. A magyar nép ezt is elnézi, ha valaki az idegen gyűlöletére épít, és azt hazudja, hogy az idegenektől megvédi a magyart. Közben csendben eladja az országot a japán Suzuki-nak, a multinacionális Coca-Colának és az oroszoknak. Ha egyszer jogállam lesz Magyarországon, Orbán ellen két eljárás zajlik majd párhuzamosan. Az egyik az alkotmányos rend megdöntése miatt államellenes bűncselekmények elkövetéséért, a másik köztörvényes bűncselekmények, lopás, vesztegetés, befolyással való üzérkedés, hivatali visszaélés miatt. Szerencséje van, hogy csak egy élete van, mert mindkét eljárásban életfogytiglani büntetés fenyegeti. Mexikóban ezt úgy mondanák, Pannót kétszer kell felakasztani.